A francia rendőrség megtalálta azt a férfit, akit a strasbourgi merénylettel gyanúsítanak. Szerif Czehekat kedd este hajtott végre merényletet a strasbourgi karácsonyi vásáron, azóta menekült a rendőrök elől. A lövöldözésben három ember halt meg, több másik megsérült. A France Info arról számolt be, hogy Czehekatot a város Meinaui raktárában találták meg, ahol a rendőrök lelőtték. A férfi korábban már volt börtönben, szabadulása után radikális iszlamista nézeteket kezdett vallani. A gyanúsítottat kedd óta több száz rendőr kereste.